Nem elsősorban a tél a legkedveltebb horgász időszak. Márciustól azonban már egyre többen fordulnak meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kedvelt tavai és víztározói mellett. Ezt azonban idén is csak úgy tehetik meg legálisan a korábban már regisztrált tagok, ha február 28-áig leadják fogási naplójukat, és 2021-re is megújítják állami horgászokmányukat. Területi engedély is csak ezek után váltható ki, erre ettől az évtől kezdődően már elektronikusan is lehetőség van a Horinfo nevű internetes felületen. Minden horgász, aki regisztrált a rendszerben, mert hogy horgászregisztrációt el kellett végezni annak, aki horgászni akar a korábbi években, annak van egy saját fiókja, egy egyéni fiókja, ez olyan, mint egy e-mail posta fiók. És amikor ő bemegy valahova területi engedélyt váltani, akkor ez az online területi engedély, amennyiben nem kéri, hogy papír alapon kerüljön kinyomtatásra, elektronikus formában be fog kerülni az ő fiókjába. Ellenőrzéskor a halőr egy halőri alkalmazás segítségével ezt tudja majd ellenőrizni. Úgyhogy jóval egyszerűbb lett a rendszer, ez könnyítés az ügyintézésnek is, egyszerűsíti a horgászok dolgát is, hiszen aki rendelkezik okostelefonnal, már pedig mai világban már nagyon sokan rendelkeznek ezzel, annak megkönnyíti a dolgát abban a formában, hogy nem kell a papír alakok majd magával hordoznia. Az elmúlt években a horgászat újra egyre népszerűbb szabadidős tevékenységé vált Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Ennek hátterében nagy szerepe van a folyamatos infrastruktúra fejlesztéseknek, az utánpótlás képzés bővítésének és a különböző jogszabályi változásoknak. Tavaly mintegy 700 ezeren váltották ki engedélyüket, és 135 ezerrel növekedett a regisztrált hazai horgászok száma. Örvendetes módon elég sok fiatal is új horgász kapcsolódik be a rendszerbe, másrészt pedig mondhatom azt, hogy fehéredik a rendszer, hiszen a jogszabályi környezet változásával azok a kiskapuk, amik korábban lehetővé tették azt, hogy bizonyos vízterületeken állami horgászjegy nélkül is lehessen horgászni, ezek úgymond bezárultak. Tehát a rendszer fehérítésének részben ez az eredménye, másrészt pedig az, hogy én azt gondolom, hogy megyénkben re is jellemző ez, hogy egyre halban gazdagabbak a vizeink, a horgászok létszámára pedig ez jó hatással van, tehát egyre többen kezdenek ezért horgászni. Annak érdekében, hogy ezek a folyamatok fennmaradjanak, a Magyarországos Horgász Szövetség december végén egy átfogó jogszabálycsomagot is közzétett. Az Országos Horgászrend azokra a helyekre terjeszti ki az egységes szabályzatot, amelyek eddig helyi horgászrenddel nem rendelkeztek. Ezt a csomagot a szövetség egyébként online és papír alapon egyaránt eljuttatta a hivatásos horgászoknak. Ami a járvány miatt kialakult helyzetet illeti, az éjszakai kijárási tilalom fennmaradásáig az éjszakai horgászat is tilos.